És most egy-két kísérletet szeretnék nektek bemutatni, azért, hogy ti is lássátok, hogy nap mint nap, amiket eszünk, iszunk, elfogyasztunk, mit tesz a szervezetünkben. Ki az, aki közületek ezt ismeri? Ki az, aki hívott is már? Hát igen, néha, valamikor. Ki az, akinek van gyereke, unokája, és akár ő maga is segít abban, hogy frissebb, élénkebb legyen, ha egy-egy buliba megy? Ismeritek ezt? Ez egy energiaital. A gyerekeink, az ifjúság úgymond ezzel emeli az adrenalin szintét. Ezzel tartja magát ébren. Akár tanulásnál, akár ha elmegy egyet diszkóba, buliba, társaságba. Megmutatom nektek, hogy mit is csinál ez a szervezetünkben, és mivel tudjuk közömbösíteni. A másik a Coca-Cola, ha nem ismertétek volna fel. Igen, most szóltak, hogy azért, hogy látszódjon. Itt a másik. Ugye a szervezet ezektől is savasodik. És említettem, hogy egy túlsavasodott szervezetben akár egy daganatos betegség is nagyon hamar felütölteni. Tehát nem játék, ez veszélyes. De sokan nem tudják. Nos, van egy savbázis tesztcsipunk, amit nálunk a Jusztmárinnál meg lehet vásárolni. Elsősorban beleteszem a Coca-Colába, aztán az energiaitalba. Kiveszem, és megmutatom nektek, hogy mennyire savas. A sárga, a savas, a lila, a lúgos kémhatás. Kiveszem az energiaitalból, nézzétek csak. Nagyon savas. Hát csinálok vele egy csodát. Van nekünk egy ilyen nevű porunk, amit be is mutattam nektek, hogy bázikó. Lássuk, mit tesz a bázikó, ha ezekbe beleteszem. Vagyis, ha a gyerek megissza otthon, vagy nem otthon a szórakozó helyen, hazamegy, tegyétek elé a bázikót. Mert nem tudni, hogy mi volt ott, ahol ő bulizott, és közömbösítsétek a mérgeket. Kellene még egy másik, hogy múljak fel összem? Jól elkeverjük, jó? Veszek másik két testcsikot, hogy nézzétek meg, mit tud ez a bázikunk. Tudjátok, amikor az én fiam tinédzser volt, nagyon sokszor aggódtam érte, mert tudtam azt, hogy olyan közösségekbe kerülhet, ahol akarata ellen is hozzájuthat olyan dolgokhoz, ami számára nagyon káros. És még akkor nem ismertem a bázikót, de most már tudom, hogy nem csak neki, hanem nekünk is kell látni. Nem tudom, hogy szemben látható-e ennyi idő után a változás. Lúgossá csapta a készítményünket a bázikó. Mindenki látja? Igen. Tehát... Meggyőztelek, nem Rodolfo vagyok, meggyőztelek benneteket arról, hogy mennyire fontos a bázikó használata? Ki az, aki eddig is használta? És ki az, aki ezután fogja? Nagyon örülök. Köszönöm szépen. Van egy másik kísérlet, hisz az immunrendszerünk támogatásával különböző szabad gyöpfogók bekerülése a szervezetbe nagyon jótékony hatással van a szervezetünkre. És van egy olyan tesztcsikunk, ami az antioxidáns szintet méri különböző termékünkben. De nem sokára hozzáférhető lesz mindannyiótok számára a szponzorotokon keresztül ez az antioxidáns mérő tesztcsik, és ti is
a vizeletetekből, otthon meg tudják ott vizsgálni, hogy hogy áll a szervezetetek ebben a témában. Mennyire vagytok szabadgyöngyfogóval ellátva. Én a szünetben, illetve mielőtt ide jöttek, feloldottam a vörösboros kapszulánkat, kibontottam és beletettem egy kevés vízbe. Feloldottam a minciát, vagyis a spirulina alga kapszulánkat, és kiöntöttem a fekete áfonyát egy pohárba. Ebbe fogom beletenni ezeket a tesztcsikokat, és itt is a színskálán meg tudjuk nézni, és a következő szünetben pedig ide jöhettek, és megnézhetitek, hogy a spirulina alga kiül a vízbe. A vörösboros kapszulánknak szabályosan bor illata van, és meg tudjátok vizsgálni, ha még eddig nem tettétek meg azt, hogy szétbontottok egy kapszulát, és megnézitek, hogy mi van abban. Tettem a vörösboros kapszulába, tettem az algába, és itt a fekete áfonya. A szervezetünk nagyon sok, a szervezetünkben nagyon sok szabadgyöng szabadul fel, ami szintén szív-érrendszeri betegséghez, akár szívinfarktushoz is vezethet, akár daganatos betegségek is hamarabb megtámogatják a szervezetünket, megtámadják, ha nem védekezünk ez ellen. Nézzétek meg, hogy színes. Nem, ezt hideg vízbe oldottam fel, és az alga nem biztos, hogy nézzétek meg. Szépen szárad, ezt le kellene róla törölni, papírzsakkendőt kérhetek? Letörölni, és alatta látszik, hogy lila a tesztség. Nem tudom, hogy szemmel látható-e. De ezt majd ide tesszük, és tünetbe ide jöhettek megnézni. Hát mennyire fontos ezeknek a készítményeknek a használata? Hisz enélkül sokkal nagyobb mértékben lehetnek, na ez elszakadt problémák, mindegy, ezt ott hagyom. Szerintem ez a két kísérlet meggyőzhet benneteket, hogy maximális szabadgyöngyfogóval rendelkeznek ezek a termékek. És hogy kiért kell ezt tennünk, nem csak magunkért, hanem értük. Az utókorért. Azért, hogy ők is elmondhassák, legközelebb, ha ide kerülnek, hogy mama megtanított rá, és bennünk van a felelősség, értünk, mindannyiunkért, a gyerekeimért, az unokáimért, a férjemért, magamért, az anyósomért, anyukáim már nincsenek sajnos. Nem érhették ezt meg, mert ők még nem ismerték ezeket a lehetőségeket. De mi tudjuk, és el tudjuk mondani, tovább tudjuk adni, és ebből tudunk táplálkozni. Életünk célja szerintem az, hogy érjük el a céljunkat. És olvassátok, sokszor és sokat nevetni, ez is egy jó cél. Elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, mint amilyenek ti is vagytok. Gyermekek ragaszkodását, hát úgy ragaszkodik hozzám az a két kicsi, mint az anyjukhoz. Én vagyok az anyamama. Kivívni az őszinte kritikusok elismerését, hisz tudjátok, mindig vannak negatív emberek a környezetetekben, és egyszer csak eléred azt, hogy azt mondja, tényleg, igaz, igazat van. Elviselni a hamis barátok árulásait, örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót. Én annak is örülök, hogy most itt nektek beszélhetek. Jobbítani egy kicsit a világon. Hát ha ezzel tudtam jobbítani, hogy ezt a pár kísérletet megmutattam nektek, vagy elmondtam az én életemből egy pici másodpercnyi részt, ennek is nagyon örülök. Egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel, vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz, tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál, mert én voltam. Ez a boldogulás, és számomra ez a siker. És ezzel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket,
Köszönöm, hogy itt voltatok, és kérlek benneteket szünetben ne felejtsetek el ide látogatni a pultra. Szagoljatok, nézzétek, és bizonyosodjatok meg róla. Köszönöm szépen!